Gratulálok a győzelemhez is, meg a 8 gólodhoz is. Tréfálkoztunk itt, hogy 8-as mez, 8 gól. Hogy érezted magad a pályán? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés volt a meccs első fél ideje. Ott tudtuk azt a tempót hozni, ami szerintem elvárható. Sajnos a második fél időben kicsit bealudtunk, lassabb volt a tempó, ezért nem úgy jöttek össze a helyzetek, de nagyon örülünk, hogy nyertünk. Az első fél idő azért is kiemelkedő, mert mindössze 5 gólt kaptunk. Ez természetesen a kapus teljesítményét is dicséri, de a hatos fal is jól dolgozott előtte. Igen, hát a kapus teljesítmény tényleg fantasztikus volt. Persze sikerült úgy védekeznünk, ahogy kell, tehát nagyon sokat sikerült faltolnunk, és így tudtuk segíteni a kapusunkat. Rád óriási feladat hárul, hiszen azon túl, hogy gólokat várnak tőled, még irányítanod is kell a csapatot, amit azért 60 percen keresztül egy szám magában az embernek nem olyan könnyű feladat. Hát igen, nehéz. Ugye, mint mondtam az előbb, hogy a második fél időre már én is nagyon elfáradtam. Nehezebben gondolkodok már a második fél időben, kicsit nehezebb, de többé-kevésbé megoldottam. Amikor 18-5-re nyeri a csapat az első fél időt, akkor mennyire fordul meg az ember fejében, hogy ez már megvan ez a meccs? Tudat alatt azért benn van így az emberben mindenképpen, hogy azért kicsit lejjebb lehet ereszteni, és talán ez is volt a probléma. Hát a következő meccsen remélem, hogy ez nem így lesz, és a nagy gól különbség ellenére is ugyanúgy tudjuk folytatni. Abban azért megállapodhatunk, hogy nem a cseh csapat a legerősebb ezen a 4-es tornán. Hát igen, úgy gondolom, hogy a németek és a románok is nagyon-nagyon erősek, és szerintem sokkal szorosabb mérkőzés fog ránk várni. Montenegróban kell majd ezeket a tapasztalatokat is felhasználni. Hogyan tudtok készülni, hány lehetőség van összetartásra, mennyire tud a csapat megszokni? Hát igazából szerintem már jól összeszokott csapat vagyunk, nagyon jó a csapategység, edzéseken is nagyon jól tudunk dolgozni, összetartások során pedig nagyon sokat gyakorlunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy Montenegróban már teljesen összeszedett csapattal tudunk kiállni. Mi a cél ott? Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon szeretné megnyerni a világbajnokságot, hiszen tavaly az Európa-bajnokságon 4. helyezést értünk el, és hát remélem, hogy első helyezés lesz.